Sátoraljaújhely város önkormányzata a hagyományoknak megfelelően az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján az 56-os emlékjelhez várta a városban élőket. Szamosvölgyi Péter polgármester megemlékezésében kiemelte, a történelmi események megítélése felelősség. Felelősség azok részéről, akik kommunikálják, és felelősség, akik befogadják azt. Mindig gondoljuk végig, amit olvasunk vagy hallunk. Mindig próbáljunk meg több helyről több információt szerezni, és egy dologra hallgassunk csak, a józan eszünkre. Ha ezt tesszük, akkor Magyarországnak nem kell újra fegyvert fognia, sem külső, sem belső ellenséggel szemben, sem a mi, sem a gyermekeink, sem pedig az unokáink életében. Ezt követően a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait. A megemlékezés további programjára már a Kossuth Lajos Művelődési Központba várták a jelenlévőket. Budainé Bodnár Edit, a Kulturális Intézmény igazgatója köszöntött mindenkit, majd ünnepi beszédet mondott dr. Horváth Ágnes, a Tokaj-hegyalja Egyetem rektora. Kiemelte, hogy az utókornak kötelessége méltónak lennie az 56-osok emlékéhez. Zabolázatlan szabadságpárti döntések nélkül nem csak nem lenne, kire büszkén emlékeznünk, de nem is élhetnénk szabadon. Büszkék vagyunk 1848-1956 hőseire. Ezek a jeles napok, megemlékezések arra kell késztessenek mindannyiunkat, hogy a magunk helyén mindenkor vállaljuk el a ránk mért felelősséget. A megemlékezés jegyében díszpolgári címet adományozott a város önkormányzata Csáki Csongornak, a Rákóczi Szövetség elnökének, aki egy későbbi időpontban veszi azt át. Posztumusz díszpolgári címet adományozott Néhai dr. Orbán Kálmánnak, a város egykori polgármesterének, amelyet unokája dr. Geffert Gábor vett át. Minden nagy ember mögött áll valaki, aki tartja, és emlékezzünk meg azokról is, akik az ő munkáját lehetővé teszik. Itt konkrétan a nagyanyámra gondolok, amikor Orbán Kálmánban fölébredhetett az a remény, hogy az a munkássága, amit ő évtizedeken keresztül a városért csinált, és amiért őt utána annyit kárhoztatták, remény élhetett benne, hogy talán lesz, amikor nem büntetik azért, amit a városért tett. Ennek most eljött az ideje. Proúrbedélyben részesült Csánta János József, a Kontinentál Dohányipari ZRT tulajdonosa, aki szintén egy későbbi időpontban veszi azt át. Proúrbedélyben részesült Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója. Az embernek van egy munkahelye, ott végzi a feladatát, megkapja érte a fizetését, noha nyilván küldetés tudatosan teljesít, és van víziója, különösen akkor, hogyha intézményvezető az ember, akkor meg kell terveznie egy intézménynek a jövőjét is. Ez nekem megadatott, hogy szervezhetem a Magyar Nyelv Múzeum a munkáját, de ezen túl fontos, hogy egy értelmiségi közéleti szerepet is vállaljon, ahogy régen is volt például a reformkorban. Közszolgálati díjat vehetett át Kocsi Zoltán, az Ábrán Textil Kft. Egykori ügyvezető igazgatója, és Szabadka Sándor, az Equans Magyarország Kft. Távhő üzletág vezetője. Ott a színpadon díjátadás előtt picit meghatód váltam, mert ritkán adatik meg az ember életébe, hogy a Sátoraljaújhely város önkormányzatától ilyen díjat, ilyen elismerést kapjon. Én is 1985 óta vagyok itt Sátoraljaújhelyben. Itt a fehér nemű gyárba kezdtem, és 35 évig dolgoztam itt. Hát a várossal szoros kapcsolatba kerültem. Nagy elismerés számomra az, hogy munkámat így is elismerték. Nagy öröm és meglepetés volt, hogy úgy gondolta a város vezetése, hogy sokat tettem ezért a településért. Most, hogy átgondoltam, valóban úgy érzem, legfontosabb számomra is az otthon és a család. És én úgy érzem Sátoraljaújhelyről, hogy ez az otthonom és ez a családom. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon örülök ennek a díjnak. Ezután, amíg szól a dal 56-ért, még szívünk dobog 56 él címmel, ünnepi műsort láthattak a megemlékezők a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjainak közreműködésében.